Martin Kertváros és Szirma problémáival és azok megoldásairól tartott sajtótájékoztatót Verespál polgármester és Cseréné Figula Edina önkormányzati képviselő. A zömében családi házas városrészeken több fejlesztés is szerepel a tervek között, ilyen például a stabil elektromos hálózat kialakítása, a csapadékvízelvezetés és az úthálózat fejlesztés. Az utcán áll a víz Szirmán, az autók sem tudják már kikerülni a pocsolyákat. Martin Kertvárosban ugyan nem áll meg az esővíz az utakon, de ott is nagy gondot okoznak a szórt köves burkolattal ellátott utcák. Ezekről a problémákról és megoldásukról tartott sajtótájékoztatót Verespál polgármester és Cseléné Figula Edina önkormányzati képviselő. Martin Kertvárosnak és Szirmának a főútja felújításra került, ami az Y-hídba torkollik, ugye egy nagyon jó közlekedhető útszakasz, aminek az az eredménye, hogy borzasztóan megnőtt a forgalom ezen a főúton. Így, amiről beszéltünk már, és a különböző osztályoknál hetente járok bent, hogy ezt muszáj és nagyon fontos, hogy megoldjuk. Cseléné Figula Edina kiemelte, a biztonságos közlekedés érdekében a városrészben gyalogátkelő kialakítását szorgalmazza. Az önkormányzati képviselő elmondta, ezen kívül számos fejlesztés van még tervben. Ilyen például a stabil elektromos hálózat kialakítása, amit az MVM egy új alállomás kialakításával old meg. Továbbá megoldódnak a csapadékvíz elvezetés és az úthálózat fejlesztés problémái is. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyságrendileg, ha mindent most meg akarnánk oldani, akkor 4 milliárd forintba kerülne, amire nyilván ez a forrás nem áll rendelkezésre. Viszont úgy döntöttünk, hogy a TOPLUS keretein belül 1 milliárd forintot szánunk Martin Kertváros és Szirma csapadékvízelvezetés, illetve úthálózat fejlesztésére. Ha elkészül a beruházás, több mint 10 utca burkolata és csapadékvízelvezetése oldódik majd meg. Verespál elmondta, játszótérfejlesztés és szabadidőpark kialakítása is szerepel a tervekben. A polgármester hozzátette, arra fogja kérni a következő városvezetést, hogy az elkezdett fejlesztéseket, beadott pályázatokat határidőre fejezzék be, ezáltal javítva mielőbb a területen élők életminőségét.